Adventi gyertyagyújtáshoz készülődtek december 4-én a bekecsi polgármesteri hivatal előtti téren. Az esemény kezdetén a 2. Rákóczi Ferenc informatika és matematika tagozatos általános iskola és a Lorkóház napközi otthonos óvoda gyermekei a pedagógusok segítségével meggyújtották advent 2. gyertyáját. A település polgármestere dr. Bodnár László kiemelte, hogy ebben az időszakban gondoljunk a kapcsolatainkra, amely háromágú. Egyik az Istennel való, a másik embertársainkkal, barátainkkal, a harmadik pedig önmagunkkal. Van még időnk ezen a három kapcsolaton, gondolkodjanak el a résztvevők, és ha szükséges, javítsanak rajta, kérte a polgármester a jelenlévőktől. A karácsony, az adventi várakozás a Jóistenre, a megváltó születésére irányul. Fontos, hogy a körülöttünk lévő kapcsolatainkon is elgondolkodjunk, családdal, barátokkal, munkatársakkal kapcsolatban. Önmagunkkal kapcsolatban legyünk. Szálljunk időt arra, hogy tudjunk dolgozni, nevetni, pihenni és gondolkodni. Ez nem kis kihívás ebben a forgatagban, mikor igyekszünk, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani a családunk számára is. De ez értékes befektetésnek fog bizonyulni, hangsúlyozta dr. Bodnár László. A Lurkóház napközi otthonos óvoda gyermekei a pedagógusok segítségével műsorral készültek a jelenlévők számára. Ezt követően Estók István református lelkipásztor osztotta meg ünnepi gondolatait. Nagy dolognak vélte, hogy ebben az időszakban a családjainkkal, szeretteinkkel lehetünk békességben. A lelkész kiemelte, hogy a 2. gyertya a reményt jelképezi. Estók István azt kívánta a jelenlévőknek, hogy legyenek készek találkozni az Istennel, legyünk készek ebben az adventben arra, hogy meglátogat bennünket, és ha van szívfájdalmunk, keserűségünk, akkor bátran odavihetjük Isten elé. Rengeteg nehézséggel kell szembenézni, és nehéz időket élünk. De van hova hazamenni, van világítás, van fűtés. A keresztények ezer éve úgy ünnepelnek, hogy odafigyelnek a szeretteikre, családtagjaikra, egymásra. És ha van Istennek tetsző szolgálat, akkor pont ez az, hangsúlyozta a református lelkipásztor. Az esemény zárásakor dr. Bodnár László emlékeztette a jelenlévőket, hogy minden vasárnap szeretettel várják őket a további adventi gyertyagyújtásokra. Jövő héten pedig adventi vásárral is készülnek, az első fellépő Pál Dénes lesz. Különböző portékákkal készülnek az eladók, és Bekecs község önkormányzata egy kisebb vendéglátással is készül a látogatóknak.